A Mándoki Forgács kastélyt még 2015-ben újították fel. Most a történelmi helyszín hátsó parkjában épült meg a mintegy 800 négyzetméteres kerti fogadó. A projekt ötletgazdája a Mándok község műemlékeinek megmentéséért egyesület, melynek kiemelt célja volt a turizmus fejlesztése és a helyi tradicionális gasztrokultúra életrehívása. 2016-ban volt egy projekt ötletünk a galántai szlovák partnerünkkel közösen, és 2017-ben sikeresen pályáztunk közösen az Interreg szlovákia-magyarországi közös programba. 1,3 millió euróból készült el itt Mándokon a Forgácskastély parkjában ez a kerti fogadó épület, ahol most vagyunk, illetve Galántán az Eszterházi kastély egyik tornya lett teljesen felújítva. Perényi Zsigmond köszöntő beszédében kiemelte, a projekt megvalósítása megfelelő válasz azokra a kétes állításokra, amelyek szerint Magyarországon az Európai Uniós pénzeket nem megfelelően használják fel. Az államtitkár úgy fogalmazott, a beruházás igazolja, hogy az ország jó úton halad, és felelősen költi el az uniós forrásokat. Éppen tegnap jöttem vissza Brüsszelből este, ahol arról fogadtak, hogy Magyarország, a magyarországi vállalkozások és a politikusok jól fektetik ebbe az EU-s pénzeket, és pont ezen a projekten lehet látni, hogy minden egyes forint jól lett befektetve a helyi érdekek szerint. Úgyhogy eznek különösen örülök, hogy egyre jobb a kedvem, idefelé rossz volt a kedvem, megérkeztem ide és láttam a beruházást, úgyhogy én megnyugodtam ilyen szempontból, hogyha minden ilyen beruházás ilyen jól és sikeresen hajtódik végre, akkor nem lesz gond. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy minden egyes Európai Uniós forrást megfelelő szinten, a megfelelő helyre használja föl. Tilki Attila a projekttel kapcsolatban elmondta, az Európai Uniós pályázati lehetőségek esélyt biztosítanak a határos országokkal való szoros együttműködésre. Arra viszont nincs garancia, hogy a következő ciklus is ilyen kedvező lehet. Galánta felvidéki település és Mándok ezzel a pályázattal összekapcsolódott. Nyilván itt van az unió logikája szerint ilyen nemzetek és nemzetek közötti kapcsolat. Számunkra ez azért jó, mert magyar és magyar közötti kapcsolatot épít ki. És hát nagy harc lesz a következő költségvetési ciklusban, mennyi jut a határon túli fejlesztésekre, vagy határon átnyúló, pontosabban határon átnyúló fejlesztésekre, hiszen az unió egyik eltökélt szándéka, hogy ezt a forrást erőteljesen megkurtítja, mi pedig azon lobbizunk, hogy erre maradjon pénz, hiszen ez olyan fejlesztési lehetőségekre ad lehetőséget, mind a határ mindkét oldalán élő emberek számára, és azért természetesen magyar-magyar kapcsolatokról beszélünk, ami mindenféleképp gyümölcsűző lehet a következő 7 éves ciklusban is. Az ünnepi átadón közös álláspont alakult ki arról, hogy a térség turisztikai vonzereje megnőtt. Ebben nem kizárólag az infrastruktúra fejlesztésének van szerepe, hanem hogy sikerült a régió kulturális örökségeit a mai kor igényeihez igazítani.